az újonnan születés nem fosz meg a nemi identitásodtól. Nem egy harmadik nemi identitást hoz létre, hanem itt arról van szó elsősorban, hogy a különböző ószövetségi rendtartások alapján, ami a golyok és a zsidók, esetleg a férfiak és a nők között voltak, mert voltak, valljuk be őszintén, jog jogegyenlőtlenségek. Például a nők nem bocsáthatták el a férjüket de a férjeknek megadta a törvény azt a lehetőséget, hogy elbocsáthatják a feleségüket. Ez egyenjogúságot jelent? Nem. Férfi sovinizmus jelent. És más rendtartással kapcsolatosan is lehet látni ilyen különbséget. Tehát itt azt jelenti, hogy Krisztusban, amikor az ótermészetünket halálba adtuk, eltemettük, akkor mindenki nő férfi, zsidó goly ugyanazt a mesiási természetet kapta, a mesiásnak abból a természetéből, örök életéből, halhatatlanságból részesült, nincs Istennél Krisztusban semmiféle személyválogatás és semmiféle osztályozás, ami kétség kívül az ószövetség ideje alatt megvolt, mert a, a, az ő tervet és a kinyilatkoztatás történetét Isten, Ábrahámtól kezdődően, és különösen a kivonulástól ö, kezdődően az Izrael ö, nemzeti keretein belül valósította meg, de az izraeli nemzeti keretein belül támadt a Mesiás, a názeti Jézus Krisztus. Ö, Jézus Krisztus egyszerre univerzális, mindenkié, királyok királya, urak ura, a világnak a megváltója, de egyben nemzeti megváltó is, és ezt a szímét is megőrizte, és ebben a tisztségében is vissza fog jönni, és helyreállítja Izraelt.